A nézőtéren és a vetélkedő résztvevő középiskolások körében is feszült várakozás előzte meg a gólyavató megnyitóját. Majd a színfalak mögül előlépett a műsor két házigazdája, Dávid Noel diákpolgármester és Bársony Dóra diák alpolgármester. A korábbi évekkel ellentétben rekordszámú középiskolai csapat adta le nevezését a versenyre. Pillanatok alatt tetőfokára hágott a hangulat. Nagyon fontos esemény Szombathelyi megyei város diák önkormányzatának az életében. Ez a legnagyobb rendezvényünk. Ahogy én elnézem, Szombathelyről 10 középiskola jelent meg ezen a rendezvényen, ami az eddigi években a legjobb. Most vagyunk a legtöbben itt, az 5. városi gólyavató! A verseny több részből állt, először ötletes, táncos előadásokkal mutatkoztak be a középiskolások. Stílusok találkozója volt ez a javából, hiszen szerepelt itt többek között néptánc, rock and roll és mulatós produkció is. A kanizsaisoknak latin témájú tánc koreográfiát kellett kidolgozniuk. Úgy gondolom, hogy amennyire csak lehetett, átvettük az egész témának a hangulatát, és úgy gondolom, hogy rengeteget készültünk, amennyire csak lehet, az egészet átadtuk, próbálkoztunk a legtöbbet nyújtani. A zsűri tagja volt ezúttal Hende Csaba, Szombathely országgyűlési képviselője is. Fantasztikus esemény. Én le vagyok nyűgözve, és el vagyok ragadtatva ettől a rengeteg tehetséges fiataltól. Elképesztő a hangulat. Hihetetlen zenei és táncos produkciókat élvezhetünk, és hát én meg kell mondjam, a Nagy Lajos gimnáziumnak szurkolok, ez egyáltalán nem véletlenül is, energiás öreg diák vagyok. A táncos produkciókat ügyességi feladatok követték, itt például az úgynevezett bodzapongban mérték összetudásukat az ifjak. A legeredményesebb csapatnak járó díszes serleget végül a bólyaisok nyerték meg, második lett a kanizsai, harmadik pedig a Nagy Lajos gimnázium.